Szép jó reggelt kívánok mindannyiótoknak, remélem jól látszom, hallatszom. Hát érdekes dolgokat hoztam ma nektek. Sokat gondolkoztam, hogy megcsináljam ezt a videót, ne csináljam, hamarabb csináljam, vagy esetleg később. Azt hiszem most jött el az ideje. Egy olyan dologról szeretnék nektek így mesélni, amiben én becsöppentem most jó 2 éve, és hát tulajdonképpen lett egy új hobbim. Tudjátok-e mi? Hát az, hogy elkezdtem olyan emberek történeteit gyűjteni, akik valamilyen nagyon durva élethelyzetben voltak és kijöttek ebből. Hülye hobbi, nem? Hát miért kezdtem én ezt csinálni? Azért, mert én is belekerültem egy olyan helyzetbe, ami alapján azt hittem, hogy hát emberről kijönni belőle. És nem más volt, mint a rettegett kór, mikor közlik az emberrel, hogy hát ez nem jó. Tehát maga az a 3 betűs szó úgy hívják rák. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen közöttetek, hogyha igen, esetleg írjatok egy pár sort. Milyen érzés az, amikor így közlik az emberrel, hogy hát van ez a dolog, aztán jönnek a különböző terápiás megoldások, javaslatok, aztán válasz ki magadnak egyet. Hát szóval elég faranci érzés volt, amikor kijöttem a diagnózis után a rendelőből. Emlékszem, itt Szegeden így mentem, így azt tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány, csak így mentem, mentem, és te jó ég, minden átértékelődik olyankor, minden. Aztán leültem egy padra, aztán ugye elkezdtem ívogatni embereket, hogy hát tudnak-e valamit segíteni, vagy valami olyan gyógymódot, ami e fele el tudnék indulni. És hát nem igazán találtam senkit, aki, hát így tudjátok, biztatják az embert, hogy ne keseredjek el, majd csak tudják, hogy mit kell csinálni, stb. És hát ez így is maradt. Egészen odáig, amikor már olyan állapotba kerültem, hogy hát úgy nem szívesen fényképezkednék le, és akkor abban az időben nem is nagyon csináltam videókat, meg fotót, mert totál leépültem. És az történt, hogy találkoztam egy olyan, én úgy hívom, hogy program, ami első ránézésre ilyen hihetetlennek tűnt, viszont olyan sok ember elmondta a tapasztalatát, hogy elkezdtem utána érdeklődni, és tudjátok, én nagyon szkeptikus vagyok. Tehát én nagyon megnézem, hogy mivel akarnak engem átcseszni, mert mondom, biztos, hogy megint valami olyan macera, amit meg kell venni, meg majd biztos nagyon sokba kerül, és akkor majd megint átvernek, mert volt részem ilyen dologban, sajnos. Na, hogy előre menjek az egészbe, elkezdtem felkeresni ezeket az embereket, hogy tényleg így van ez, tényleg volt-e olyan. És akkor kezdtem sokkot kapni szó szerint, mert olyan tapasztalatokkal találkoztam, ami hát egyenként is elég durva, de hogy mit tudom én, 10-15 olyan ember, aki tényleg a halál torkában volt, és hirtelen jó állapotba került, ez egy kicsit föltűnő volt. Aztán úgy gondoltam, hogy akkor mi lenne, ha én is így elkezdenék tüzetesebben belemászni ebbe az egészbe, elkezdtem tesztelni a dolgokat. Nagyon jó mondat, vagy kifejezés ez a teszt, azóta is használom, mert tudjátok, amikor egy ilyen dologba belekerül az ember, akkor azonnal akarja a sikert. Avval nem gondol, vagy arra nem gondol, hogy azért mindent megtesz az ember, hogy hát ugye ez akármilyen betegség, ez így kialakuljon. Vagy én úgy hívom, hogy egyensúlytalansági állapot. És azt láttam, hogy például ennél a programnál a fő kérdéssorozatok, illetve a föltérképezés az erről szól. Tehát addig nem is alkalmaznak semmit, ameddig ezekre a kérdésekre úgy jó nem válaszolunk meg. Megpróbálja a program kideríteni, hogy miért okoztam én saját magamnak azt a problémát, hogy kijött ez, meg ez, meg ez. És nagyon érdekes, hogy először találkoztam az életemben, amikor azt mondták, vagy nem azt mondták, hogy figyelj, szedd be ezt, aztán 2 év múlva majd gyere, aztán utána ezt se használom, akkor majd ez lesz, aztán az lesz. Tehát itt találkoztam életemben először egy olyan másfajta szemlélettel, ami tetszett nekem. Amire azt mondtam, hogy oppá, itt van valami érdekes dolog. És akkor tudjátok, amikor elkezdték felvázolni nekem a különböző részeit ennek a proginak, akkor döbbentem rá, hogy ez egy komplex valami. Én komplex dolgot kerestem. Mindjárt ki fogom nektek fejteni részletesen, mert
sokan kérték ezt, hogy sokan keresnek meg, és hogy ne olyan sok videót kelljen csináljon mindenkinek, inkább mondom, megcsinálom ezt az egyet, és ki is rakom nektek a nyilvánosságra, hogyha gondoljátok, meg is tudjátok osztani, hát ha tudunk valakinek segíteni. Mielőtt bármit is mondanék, nem gyógyításról van szó, hanem egyszerűen, én azt mondom, hogy egyensúlyban hozás. És az egyensúlyban hozás az egy nagyon érdekes dolog. Ugyanis ami miatt kialakult az adott probléma, az egyensúlytalansági állapot, hogyha azokon a dolgokon dolgozunk, ami miatt kialakult, nagy esélye van rá, hogy a szervezet azt mondja, hogy jó, akkor úgy rendbe hozom magam. És hát ugye mondták nekem, a több vizet igyak, hát oké, ezt máshol is mondták. Mondták, hogy sportoljak, hát az nem volt nagy gond, mert én egyébként is kajakoztam, tehát ezzel nem volt gondom. Tehát nem itt kerestem a probléma okát, tudatalatban volt egy csomó dolog, meg hát volt egy nagyon komoly gyógyszeres kezelésem. 16 éven keresztül szedettek velem antibiotikumot. Tudjátok, mindenféle cilin. Penicillin, doxicillin, szemicillin, minden beszedtem, amit mondtak. Az eredménye az lehet, hogy totál tönkrement az emésztésem. És hát így visszagondolva, nagyon nagy szerepe volt annak, hogy kialakuljon nálam ez a bizonyos bőrrák, illetve tüdő probléma. Tehát, hogy teljesen logikusan vissza lehetett vezetni. Én építész vagyok, szeretem a logikus dolgokat, amit úgy megmagyaráznak nekem, és akkor úgy végig tudom gondolni, hogy ez tényleg hogy is van pontosan. És amikor rájöttem arra, hogy itt ez sokkal komolyabb dologról van szó, mint amit képzeltem, mindjárt mondom, hogy micsoda, akkor igazán dobtam egy hátrást. És akkor mondom. El tudjátok-e képzelni azt, hogy amikor a számítógépünk elromlik, vagy számítógépetek, én hasonlókat fogok mondani, és rögtön megértitek az egészet, elromlik a számítógépet, mondjuk nem tölt be valamilyen program, vagy így az internet elérhetőség lassul, és akkor tudjátok, így forog, és ott ülsz, és ráfajtsz a gépre, és nem indul el. És akkor hát különböző dolgokat csinálsz, megpróbálod újra telepíteni ezt a programot, akkor vagy sikerül, vagy nem. Akkor elkezd más is, harmadik is, és előbb-utóbb így totál lelassul az egész géped. Mit csinál ilyenkor az ember? Hát elmegy az informatikushoz, ha én úgy hívom, hogy a számítógép doktor bácsihoz, és mit csinál? Szó szerint megöli a gépet, hát így kiszed belőle mindent, egy ilyen reset gombot nyom, és akkor minden eltűnik, és újra telepíti a Windows-t például. Tehát így elve találkoztatok már, nem? Na most el tudtok-e képzelni, hogy ugyanezt meg lehet csinálni a szervezetünkkel? Mondom, olyan dolgokat fogok mondani, ami hihetetlennek tűnik, de igaz. És akkor emlékszem, amikor én hallottam erről, hogy meg lehet ezt csinálni, hogy a sejtjeink ne szaporodjanak úgy, hogy például a degeneratív sejtek ne szaporodjanak. Tehát megakadályozható ez? Meg lehet-e azt csinálni, hogy újra telepítem saját magamat, nem úgy, mint egy számítógépet természetesen, mert nem gépekből vagyunk, de ami hasonlót képzeltek el, meg lehet csinálni. Ez egész érdekes dolognak tűnt, egy ilyen futurisztikus sci-fi-nek tűnt nekem, de hát jó, egy a fene, mondjuk elhiszem. És következő dolog. Hallottatok-e már arról, hogy tudjátok, van ez a kutatás, az őssejt terápia, hogy leveszik a köldökből, vagy köldökvérből, vagy zsinóról, nem is tudom, hogy van ez. Az a lényeg, hogy van egy ilyen eljárás. Igen, nem, csak nem nagyon hatásos. Tehát magyarul az őssejt kutatás az elég gyerecipőben van, viszont az ős sejteknek a úgymond aktiválásáról hallottatok el. Hát én akkor hallottam életem először, amikor beszélgettem egy emberkével erről, és azt mondta, hogy a mostani kutatások szerint, és ez egy orvos barátom volt, létezik olyan, hogy lehet aktiválni a szúnyadó ősejteket. Úristen, mondom, ez jó lenne. Mik a hatások? És akkor ugye elmutattad nekem olyan hatásokat, ilyen kísérleti dolgokat, amivel nagyon érdekes eredmények történtek. De most
Ez, ha itt megállnánk, már akkor nagyon jó lenne. Tehát én már akkor azt mondtam, úristen, tehát ha a programnak ez is a része, akkor én rengeteg vizet fogok inni, rengeteget fogok sportolni, rengeteg levegőt fogok venni, meg tényleg úgy élek, hogy tehát én helyre akartam jönni. És jött a következő leforrázás, ugye, tudjátok, nem tudom, ti szedtek vitaminokat? Tudjátok, A, B, C, meg mindenféle K, meg D, meg ami most divatos vitamin, vagy C vitamin, meg a D vitamin most nagyon divatos. És esetleg írjátok már itt, hogy szedtek-e ilyen anyagokat. Elárulom nektek, hogy én annak idején, amikor, hát ez is egy régi betegség, ugye, hát nehogy már jó legyek, én a diszkók helyett az orvosokat jártam annak idején, mert volt egy szörnyű betegség, egy másik, ez egy prosztata gyulladás, ami miatt szedtem ezeket a sok antibiotikumot. Na és akkor abban az időben én rájöttem arra, hogy nekem nem biztos, hogy ezek a gyógyszerek fogják megoldani a problémámat, és ilyen, hát ilyen táplálékkiegészítők felé, ilyen vitaminok felé mentem, és hát nem azt mondtam, hogy nagyon jó voltam tőlük, de azért valamit úgy éreztem, hát így azt is mondhatnám, hogy úgy jobb volt a közérzetem, de nem volt az a 100%-os siker, amit szerettem volna. És most, hogy így visszagondolok, tudjátok egy miért nem? Hiába szedtem én, szó szerint én másra számlázottam, B-vitamin, C-vitamin, mindent, amit csak elében raktak, mert úgy gondoltam, hogy nekem 47 kilós voltam, akkor nekem sok kell ebből. Na és az eredmény az volt, hogy úgy egyszerűen nem tudtam magamra szedni izmot egyáltalán. Hát összesen képzeltek egy 47 kilót a vaságyastól, tehát az elég durva volt, vannak ilyen régi videó felvételeim ma, meg tegnap nézegettem őket a köröstorokon, amikor vittem a Dani fiamat, hát ugye egy ilyen nagy téglát érdemes lett volna akkor így a nadrágomba beletenni, mert tényleg majdnem elfújt a szél. Tehát nem jött föl rám. De miért? Mert nem szívoltak fel a vitaminok, vagy csak nagyon kevés. Ezt azért mondom nektek, mert nem tudom ti milyen vitamint szedtek, vagy esetleg tudjátok-e, hogy mikor kell azokat a vitaminokat szedni. Mert nem tudom, hallottatok-e arról, hogy a vitaminnal még mérgezni is lehet. Tehát most már így átestek az emberek a túloldalra, ugye a különböző gyógyszertárak, meg mindenféle ilyen cégek ontják magukból a táplálékkiegészítőket, és akkor hogy mennyit kell szedni? Hát például, hogy reggel, vagy délben, vagy este, hogy mennyit? Hát rá van írva az RDA százalék, hogy kiszámolod magadnak, és akkor szerencsében van egy tanácsadód, aki ezt elmondja, de ha nem, akkor meg valamelyik nap jöttem, vettem egy hifi berendezést, és így mellettünk van egy patika, és láttam, hogy ilyen nénikék tolnak ilyen kis kocsikat tele vitaminnal. És azon gondolkoztam, hogy ezek most így hazamennek, és akkor így jó kibontogatják ezeket a vitaminokat, és akkor elkezdik így szortírozni, hogy reggel, délbe, este, hogy ezt teszem, vagy így hogy. Hát gondolom, hogy úgy, hogy rá van írva, és akkor úgy elkezdik kapkodni. Szerintetek ennek lesz valami eredménye? Hát valami lehet, hogy lesz, de szerintem inkább az a tudat, hogy valamit tettek a, úgymond az egyensúlyért, de az a nagy helyzet, hogy szerintem olyan nagy durranás nem fog történni. És akkor jön egy olyan dolog, hogy mit szálltok hozzá, hogyha valaki azt mondaná, hogy reggel milyen anyagot szedj, ha már szedni kell valamit. Hogy úgy elindulna reggel az életed, ne úgy, hogy csak muszájból egy kávét lenyomsz, és akkor majd valahogy történik az élet, vagy délben, mondjuk az emésztést, azt úgy meg lehet-e szerintetek úgy javítani, hogy nem csak úgy, hogy bum, lenyomok ott is egy kávét, vagy egy jó nagy pohár kólát, vagy úgy ugye adhok jelleggel valamit, de általában kávét szoktak, és akkor úgy este például, úgy szerintetek, hogy mindenkinek jó az alvása? Én tegnap beszélgettem egy fiatal emberrel, én nem tudom, mi van például Erdélyben. Nagyon sokan abba a, hát betegséghez, vagy nem, abba a panaszba küszködnek, hogy nem tudnak aludni. Te hallottatok már ilyet, hogy úgy egész éjszaka forgolódnak, meg úgy nem jó az alvásuk, és másnap reggel, mint a zombik úgy járkálnak, és ezek így évtizedek óta így tartanak. Úgy hallottatok már ilyenről? Hát ez ebben a jólét társadalomban ilyen előfordul, az emberek nem tudnak aludni. Képzeljétek el, hogy aki nem tud aludni, annak milyen a másnapja,
meg harmadnapja, meg stb. Stb. Azt tudja, hogy bírja a szervezet, nem? Mert elárulom nektek, én is szenvedtem ilyen álmatlanságban. Én általában azért szenvedtem, mert egy forgalottam, hogy ugyanhogy fogom kifizetni a sárga csekkjeimet. Meg azon gondolkoztam, hogy talán reggel, ha fölkelek, akkor már nem fog fájni. Nem fogom az a... Hát, most hogy mondjam nektek? Rohadt a bőröm. Mert vannak ilyen 18 karikás fölvételek a hasamról, így folyt a geny, mert most el tudom mondani, mert már csak egy fehér folt van. Meg szóval nem egy ilyen szexi volt a dolog. És azt tudom nektek mondani, hogy nagyon kíváncsi lettem, hogy te jó ég, ha már ez tényleg ilyen, akkor mit tud ez rajtam? És elkezdtem tesztelni a dolgokat. Elkezdtünk több barátommal tesztelni, a nagyon jó az a teszt kifejezés, és képzeljétek el, megosztottuk egymással a tapasztalatokat. Több héten keresztül, egyébként ezek videóra vannak véve, tehát nagyon érdekes beszélgetéseket folytattunk, ami mai napig is megy, és minden csütörtökön összeülünk, és akkor beszélgetünk különböző tapasztalatokról. Hát, akik esetleg itt vagytok, és velünk együtt teszteltek, ide is lehet írni nyugodtan, hogy én is használok ilyen programot, hogy mit tapasztaltatok ezeken a tréningeken. Volt-e olyan, hogy ugye elpityeredtél? Én nagyon őszintén, hogy én nagyon érzékeny egy fickó vagyok, ha nem is látszik rajtam, de úgy el szoktam sírdogálni magam, amikor megint jön egy emberke, most éppen van egy olyan srác, akinek nagyon durván cukorbeteg szindróma, ugye ingadozott a vércukor szintje, és ugye ezzel a programmal nem gyógyító program, hanem egyszerűen egy segítő program, amivel a srác azt mondja, két hét után beállt a vércukor szintje. Most biztos, ezek véletlenek biztos, hogy véletlen, hogy használja. A program többi részét is egyébként, tehát magát a folyadékot, a sportot meg. Hát ugye mindenkivel így személyre szabottan szoktunk elbeszélgetni, és igazán ezeken a beszélgető sókon derül ki, hogy miről szól ez az egész. Most azért teszem ki ezt a videót, mert lehet, hogy te nézed ezt, vagy lehet, hogy valamelyik barátodnak tudod, hogy valami macerája van. Már mindenhol volt, már mindenféle diagnózis felállítottak, és még mindig szenved. Akkor én azt tudom mondani, hogy keressetek meg bennünket. Hangsúlyozom, mi nem gyógyítunk, hanem egyszerűen tesztelünk különböző programokat, és megosztjuk egymással tapasztalatainkat. Hangsúlyozom, nem szoktam hangsúlyozni, mert sokan keresnek meg, most már egyre többen, hogy Vili, nekem ez a betegségem, mit csinálja? Hát mondom, menjél el az orvoshoz. Menjél el a doktorbácsihoz, elmondja, hogy mit csinálj, aztán menjél természetgyógyászhoz, minden. De igazán magaddal kéne jó elbeszélgetni, ebbe tudunk inkább segíteni. Aztán, hogyha oké a dolog, akkor úgy megtervezünk neked valamit, és akkor ezt megmutatjuk esetleg az orvosodnak, mit szól hozzá, tehát együtt gondolkozzunk, érted? Ez úgy tetszik, nem? Nekem nagyon tetszett. És emlékszem az én kezelő orvosomnak, amikor így beszámoltam, nekem szerencsém volt, mert az az orvos, akivel én konzultáltam, azt mondta, hogy figyú, én is ki szeretném próbálni ezt a programot, mert ugye ő meg ilyen duci emberke volt, és ő szeretne fogyni, stb. Tehát minden megvan az oka. És azért mondom most nektek ezt a videót, vagy ezeket a tapasztalatokat, hogy én személy szerint, és hangsúlyozom, ez az én véleményem, én jobban hiszek annak az embernek, aki hasonló problémában küszkörök, mint én, és elmondta, hogy jött ki belőle. Tudjátok, hogy honnan tudom? Mert amikor én a saját problémámmal járgattam az orvosokhoz, nagyon jó barátaim egyébként, tehát itt több olyan barátom van, aki szó szerint a család barátja lett, és mikor ők mondják, hogy figyú, igazság szerint tényleg oda kéne figyelnünk a táplálkozásunkra. És mondom, hogy te hogy csinálod? Hát nekem nincs időm arra, mert ugye jönnek a betegek, és nagy hajtás van. És vannak ilyen támpontok. Tehát, tudjátok, vannak ilyen divatdiéták, de igazán az a legjobb diéta, vagy táplálkozási program, hogy neked működik. De ezt hogy lehet eldönteni? Ez is egy érdekes kérdés, ez egy programnak a része. Hogy lehet eldönteni, hogy most te vegás legyél, vagy ne vegás, vagy gluténmentesen kajálj, vagy esetleg lehet neked
gluténosat is enni, vagy rengeteg ilyen diéta létezik, most Norbi kaját tegyél, vagy jó, jó az, hogyha te csinálod magadnak. Tehát egy ilyen kultúra ez, én azért szeretem, hogy mi megtanítjuk egymást például főzni. Tehát nagyon jó főzöm, és azért elég jó kajákat lehet csinálni, hogy egészségesen tudjunk étkezni. Most is lesz hétvégén egy ilyen összejövetelünk, egy ilyen zsúr, ahol egymásnak fogunk főzni. Egészséges kajákat, grillezés, stb. Tehát mi éljük is ezt a dolgot. És azért mondom ezt nektek, mert a programnak a különböző részeit kell csak finomítani, és ráépíteni a saját testünkre. De honnan tudjuk, hogy mennyi folyadék kell? Ugye mondanak különböző emberek különböző dolgokat. Amit is hallottam, hogy a víztől meg lehet halni. Biztos. Én 7 liter vizet iszok. 6 és 7 liter. Mondják nekem a dokik, hogy te tiszta hülye vagy, ettől meg fogsz halni. De mit csináljak, hogyha egyszer ennyi kell? Nem vagyok cukorbeteg, mert megnéztem, vagy megnézettem, és nekem ez kell, hogy így jó átmosassam. Csak így zárójelbe teszem, tapasztalást mondok. Képzeljétek el, hogy amikor elkezdtem ilyen nagy mennyiségű folyadékot inni, 3 liter alatt én állandóan pisiltem. De nem bírtam kimenni a városban, mert állandóan rohantam haza, mert pisilni kellett. Fölvittem 3,5 liter fölé, most még nem kell annyi szó pisilni. Ezt adjátok össze. Hogy létezik ez? Többet viszek be, és akkor majd kevesebbet pisilek. Tehát ilyen érdekes dolgok ezek. Vagy ott van a só például, hogy mondják, hogy ne sózz, mert fölviszi a vérnyomásodat. Érdekes módon én nagyobb mennyiségű sót eszek, természetesen nem azt a sót, amit ugye árulnak a boltban, hanem gyógyszer minőségű sót. Hogyha víznél tartunk, én speciál desztillált vizet iszok, almacetet teszek bele. Tehát ilyen apró, pici dolgok, de ez az én tapasztalásom, hogy nekem ez mit okoz. És ezeket beszéljük meg egymás közt. Értitek ezt? És azért tetszik ez a program, mert annyira személyre szabott, mint egy GPS. Hogy mindenkinek megvan a saját kis nyüge baja, és nagyon sok esetben ugye rájön a beszélgetés alapján emberünk, én is folyamatosan, vagy beszélgetek veletek is, hogy nálam is még mit lehet változtatni. Mi az, amin még, és változtatok, és úristen. Na most ez egy dolog, de ezt meg is osztom veletek, meg ugye a beszélgetés során, úgy megosztjuk ezt egymással. Mi közösséget építünk. Olyan közösséget, ami hát nem olyan, mint egy anonim alkoholisták gyülekezete, mindig ez jut eszembe, hanem, bár az is jó egyébként, mert ott az elég sokan ebből helyre jönnek, inkább azt mondom, hogy anonim, mit lehet erre mondani, anonim probléma megoldók társasága. Jó, mi? Nem jó. Nem anonimmel ismerjük egymást. Tehát ez egy ilyen humoros dolog. Esetleg, ha ideírnátok, hogy ez mennyire humoros a számotokra, amikor bejöttök a tréningünkre, mert mindig úgy van, hogy előtte kinyitjuk egy fél órával a konferencia szobát, és akkor szétrögjük magunkat, és akkor mindig mondom, hogy próbáljunk már egy picit így komolyak lenni, mert biztos néznek bennünket, és mit szólnak, hogy ilyen szedetvedett társaság. De állandóan humorizálunk. De féljetek, amit mondok. Olyan emberek humorizálnak, akik a haláltorkából jöttek ki, és nem tudtak sose nevetni. De most nevetnek. De miért? Azért, mert kezdik jól érezni magukat, illetve nagyon jól érzik magukat, és hát ezt nehéz palástolni. Tehát ezért érdekes ez, hogy én azt is mondhatnám, hogy visszatért az életkedvünk. Hogy ezt bebizonyítsam nektek, érdemes megnézni régebbi videóimat nekem. Most mondják nekem, hogy hát akkor ugye több hajam volt, de ilyen csapzott, meg nem volt fogam. Meg ugye a bőröm is másmilyen volt, meg úgy, hát úgy most olyan jó esett, hogy mondták, hogy úgy más az egész történet. De a 10 évvel ezelőtti videóimat megnézem, én is így elszörnyűködök, hogy úristen. Persze lehet, hogy most te ezt nézed, akkor te is elszörnyűködsz, hogy mit dumál ez a piros pólós rász, de szerintem egy tök jó dolog az, hogy egy olyan közösséget építünk, ahol egyre jobb közérzetű emberek vannak. Még ebben az úgynevezett zorros időszakban, akkor mindenki állarcban van, mi ekkor is jól érezzük magunkat, mert hát vajtuk be őszintén, én biztonságban érzem magam. Sokan kérdezik, hogy én most úgy beoltottam magamat, vagy nem-e, oltás melletti vagyok, párti vagyok, vagy nem.
Én nem vagyok egyik mellett se, meg ellene se. Én saját magam, én nem mérgezem magam, én így gondolom, de te úgy gondolod, hogy ezt meg kell csinálni, az oltást, akkor is a barátom fogsz maradni. Tehát nálunk is van, aki beoltotta magát, van, aki nem. A lényeg az, mi az, amivel folyamatosan építed magad, mert mindig építeni kell. Tehát nincs olyan, hogy bármit szedsz, vagy bármit oltasz, vagy bármit, akkor megvan az egészséged, nem kell törődni vele. De ez egy olyan műfaj, ami olyan, mint a zsonglőrködés, hogy állandóan így építgetni kell. Úgy, mint a párkapcsolatok, hogy mindig tenni kell hozzá, hogy az hogy éljen, mert egyébként ugye elporlad az egész. Tehát azért vagyok ennyire lelkesebben, mert most 2 év tesztelés alapján azt tudom mondani, hogy világszenzációról van szó. És az egész úgy, hogy van magyar. Ez nagyon tetszik nekem. Nem amerikai, nem ukrán, nem francia, nem olasz, nem német, meg magyar. És ez azért jó, mert nem igaz, hogy a magyar emberek azok állandóan átcseszik egymást. Nekem van egy hitem, hogy a magyarok össze is tudnak fogni jó cél érdekében, és mi most ezt csináljuk. Mi nem tüntetünk, hanem építjük egymást. Mi nem szidunk semmilyen kormányt, hát ha ilyen, akkor ilyen, most mit csináljunk vele, nem lövünk le senkit, inkább magunkat próbáljuk helyrehozni, és egymásnak adunk tanácsot, és példát mutatunk. Én ezt tartom hitelességnek. Próbálunk hitelesnek lenni. Nálunk is van néha sírás, akkor megvigasztaljuk egymást, és utána minden helyre áll nagyon gyorsan, ezt tudom mondani. Úgyhogy hát remélem, egy picit kedvet kaptam nektek, hogy fölkeressetek minél hamarabb bennünket, vagy aki ide kommentel, és tudja, miről van szó, nyugodtan nézzétek a kommenteket, mert ugye meg lesz osztva ez a videó, és remélem te is megosztod, hogy sok helyre eljusson, keressetek bennünket. Mi nem tukmálunk senkire semmit, mi példát mutatunk, próbáljuk azt mutatni, és ugye hitelesnek lenni, hogy lehet másképp is élni. Nem biztos, hogy a besavanyodás, meg a félelem, meg a kesergés az, ami a következő időkben vár ránk. Mindenki ezt sugallja. Én nem. És ez nem vízió, ez nem álmodozás, mi ezt éljük minden nap, és néha lelkiismeret furdalásom, hogy Úristen, megérdemlem én ezt, vagy megérdemeljük ezt? Esetleg írjátok ide. Én azt tudom mondani, hogy meg, és te is megérdemled, aki hallgatsz engem, csak még esetleg ilyen hitetlenül nézel, hogy jaj, már Vivi, megint biztos valami őrület. Nem. Higgyetek el, ne higgyetek nekem, inkább úgy mondom, nézzetek meg bennünket, csekkoljatok le, ellenőrizzetek le bennünket, mindent csináljátok meg, aztán a puding próbálja az evés. Úgyhogy, hát jó evést kívánok, jó tesztelést, és minél hamarabb remélem, hogy találkozunk személyesen is. Úgyhogy sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és ma az én csoportomnak egy indító tréninget tartok, szeretettel várok benneteket. Még nem tudom pontosan az időpontot, a úgynevezett csipetben oda fogom írni, hogy mikor találkozunk. Sziasztok!